Én itt születtem, ebben a házban. Megvárjon! A fesztivál először próbálkozott ilyen típusú kiírással, ugyanis ez az úgynevezett helyspecifikus előadás vagy műfaj, ez még nem annyira bejáratott Magyarországon, ugyan már a 2009-es, 10-es évektől vannak próbálkozások, mindenféle nem csak színházi, hanem felolvasások, zenei estek. Ez az úgynevezett az íróházhoz megy, a színházházhoz megy típusú próbálkozásokból indult. Riva, meg kéne mozdulni, nem? Nézzék már nekem is, az idő az ugye pénz boldogít. Na mindegy, hagyjuk, én nagyon hosszú lenne elmagyarázni, tessék már jönni, na. Én is mennék már a dolgomra, kérem szépen. Mi az itt már? Micsoda bolond masinéjákat vannak itt magukkal egyezek. Egy idő óta ez az egész mondjuk az európai színházban megjelenik ez a dolog, és így aztán egy kis késéssel mindig megjelenik Magyarországon is. Szerintem ilyenek azok is, amikor egy-egy nem színháznak épült tér kezd el ilyen funkcióval, trafó, vagy egy Csirály nevű helyet csináltam évekig, tűzraktér, amikor egy olyan városi szövetben lévő épületet, aminek az alapfunkciója az megváltozott, mondjuk a Tűzraktér esetében egy iskola, az egyszer csak ott van egy épület, és valakik, alkotók, kreatív emberek megpróbálják ezt az egészet újra gondolni, hogy milyen funkciója lehet a városban. Gyere már ki, belefulladok a tuszába! Gyere már! Mit akarsz? Jöttem, hogy beszéljünk. Már nem bírom tőle. Muszáj beszélnünk, Kata. Miről akarsz beszélni? Figyelj, megbeszéljük, csak légy szíves, hagyd menjessek fel hozzátok. Nem bírok már sokáig az árral szemben úszni. Ez a három előadás különböző módokon állt hozzá ezekhez a feladatokhoz. Én úgy gondolom, hogy ugye volt az, aki inkább egy típusnak tekintette a helyszínt, és nem is annyira a hely, hanem a helyhez kapcsolódó társadalmi struktúrák vagy intézményeknek a működését ugye plántálta vissza magába a helyszínbe. Úgyhogy így szerintem egy érdekes képet kaptunk arról, hogy ezek hogyan tudnak megjelenni most. Gondolkodtunk, hogy melyiket válasszuk, és mégis úgy éreztük, hogy talán ez a legizgalmasabb számunkra. Talán a víz, a folyó, az elhelyezkedése, a különlegessége a helyszínnek, hogy ez az egyedüli úszóház Szegeden, ami megmaradt az eredeti állapotában. Én több kompozícióban is az úszóháznak a hangjait használom, amit felvettem különböző módokon, meg a víznek a hangjait, és gyakorlatilag amit itt lehet látni, a padló, a kabinok, ilyen nagyobb fémtestek, azok mind megszólalnak. Ez a három kiemelt hely, amit a kiírók találtak, rendkívüliek, szóval tényleg mindegyik olyan inspiráló, az úszóház, az tényleg az egy ilyen csodálatos dolog. Lehet, hogy az itt élők azok kevésbé találkoznak vele, mert hiszen mint nap látják, de mondjuk egy ilyen jöttmentnek, így besétálva ebbe a történetben, egy varázslatos világ tárul föl ebben. De a ház is ilyen volt. Na! Katica, utassa meg! Gyerünk, mondja meg! Nem fog addig innen elmenni, amíg azt meg nem mutatja nekünk. Mi? Mi? Adj ide! Hoppa, figyelj! Az alapprogramunk, vagy ez az elhatározás, ami szerint dolgozunk, az az, hogy olyan helyeken próbáljunk meganimálni, színházzá tenni olyan tereket, olyan közösségekben tudjunk nagyon gyorsan, pár pillanat alatt megteremteni a színház tekintélyét, a színházhoz szükséges figyelmet, ahol ez nem adott. És ehhez kellenek a maszkok, amik nagyon erősen teremtenek karaktereket, nagyon erősen teremtenek atmoszférákat. Ezek nagyon jók arra, hogy minden életkor és minden minden korszak rávetítse a saját maga történetét, a saját maga által ismert arcokat. Vigó, hányszor kértem, hogy merre vegyek díjét? Nem volt ráírva a gyerekéért, azt mondta, hogy életszervét, hogy a gyerekéért. Szegényként! Mi volt a veled az iskolában? Semmi! De délután a napközibe se történt semmi érdekes? Semmi! Akkor... nem kell dolgozni! De anyu, mégiscsak történt valami, az történt, hogy én kaptam egy kettes matekból! Kicsiki. Persze, hogy kaptál, mert ebben a családban én vagyok az egyetlen, aki foglalkozik veled, az egyetlen, akire számíthatsz. Rigó, átnéznéd a matekot a gyerekkel? Sziasztok! De anyu! Itt arról ír, nem csak azt mondja, hogy hogyan kell együtt élni, hanem kölcsönös megbecsülést biztosítsa az állami szövetkezeti és személyi tulajdonú lakóházak berendezések védelmét. Tehát itt ez még valahogy megjelenik valami olyan, hogy ami tényleg valóban az, hogy mi az egymeri együttélés, hogy tudnak emberek együtt élni. Lali bácsi! Igen? Esik megmenő bácsiknak, hogy aláttáztam az udvart, nem mennek, de egy perc múlva robban az egész. Pipa. Hát akkor köszönjük szépen, hogy eljöttem. Mindenki, főleg ön. Most egy kicsit úgy érzem, hogy a társatok még egy kicsit zártabban a saját világukban vannak, és még kevésbé tudtak nyitottan reflektálni az őt körülvevő dolgokra. Szerintem ez egy bizonyos szempontból egy olyan dolog, amit tanulni kell, vagy amit újra kell gondolni. Ez nem ugyanaz, mint amihez szoktak, hogy van egy anyag, amivel elkezdenek dolgozni, és akkor abban a végén lesz egy előadás, hanem itt ez egy bonyolultabb, összetettebb dolog, hiszen nem csak az épületről van szó, hanem annak a történetéről, a jelenéről, a városban betöltött szerepéről, szóval mindenféleről szó van, aminek a feldolgozása szerintem egy olyan komolyabb munka. Schlingloff Botond vagyok, Kossuth díjas, Jászai Mari díjas. Érdemes művész. A nemzet színésze. Hegedűs Gyula, Varsány Irén és Sík Ferenc emlékgyűrűs. Ivánka Csaba díjas. Kállai Ferenc életműdíjas. Kaszás Attila díjas. Rutkai Éva emlékdíjas. Sós Imre díjas. Sugó Csiga díjas és Teller Ede díjas színész, rendező, kritikus, dramaturg, jelmezés, díszlettervező, esztéta, egy szóval színházi ember, a Schlingloff Botond színiskola igazgatója. Gyorsan is döntöttünk, hogy pont egy egyetemi előadóterem szolgálhatna egy esetleges előadás színhelyéül, hiszen mi egyetemisták vagyunk, és ráadásul a téma, amit hozzá kellett rendelnünk feladatként, az is az egyetemmel volt kapcsolatos. Kratei, Leila, főiskolai Köszönöm szépen, Botond! Az én órám az a színházi protokoll, és itt majd együtt ügyesen megtanuljuk, hogy hogyan viselkedjünk a szakmánkban megjelenő különböző korú, rangú, nemű, szexuális és politikai beállítottságok és figurákkal. Nagyban érint az, hogy milyen politikai háborúskodások történnek, és hát egyrészt rossznak tartom azt, hogy nekünk is valahol kötelező, vagy elkerülhetetlen, hogy ehhez képest határozzuk meg magunkat. És igyekszünk a lehető legtovább kimaradni ebből, azt tudom mondani. De valószínűleg eljön majd egy olyan pillanat, amikor vagy abba hagyjuk, vagy valahova beállunk, ami így hátborzongatóan, meg valahol undorítóan is hangzik így egyszerre, de nem tudom még, hogy működik ez majd odakint. De hát hamarosan megtudjuk szerintem. Kamélának. Olyan színük kell legyen, mint az országnak. Ha az ország színe változik, a mi színünk is változik. Ezt egy életre jegyezzük meg. Most már egy bő 2 éve működik ez a társulat, az egyetem berkein belül, és az ottani osztályokba járó színész hallgatókból alakult, és az eddigi 2 év során most már, ha belevesszük ezt a Szegedit is, ez a 4. előadásunk. Eddig volt lehetőségünk a Csiki Gergely Színházban megmutatkozni Kaposváron, illetve különböző fesztiválokon. Például most itt a Thealteren már tavaly is felléphettünk, illetve az Ördögatlan Fesztiválon, Pesten kisebb színházakban. A napokban beszélgettem az unokahúgommal, aki 10 éves, és megkérdezte, szóba került vele, hogy fogalmazás órán miket szoktak csinálni, Na és az volt a feladat, hogy mit szeretsz a hazádban. És a Luca erre azt mondta, hogy honnan tudjam, hogy mit szeretek benne, nem is tanultunk még róla. És hogy valahogy talán igen, neki van igaza, hogy amikor elkezdünk valamiben harcolni, akkor igazából az fölösleges, mert hogyha békességet szeretnénk ebbe az egész vacakkal, amiről így beszélünk, akkor nem fel kell venni a kesztyűt, hanem le kell tenni a fegyvert, és akkor lehet, hogy béke lesz. És mire én erre rájöttem, addigra nagyon sok mindent elvesztettem. Mind a Nagy Magyar, mind az ő kis privát valóságukról szóló előadás volt, mondom, nagyon keserű, nagyon kegyetlen és nagyon szomorú, amit végig röhögtünk. És azt hiszem, hogyha ezt a két minőséget sikerül egyeztetniük egymással, elérik azt, hogy ez nem egy súlytalan, tét nélküli valami lesz. De azért nem is érzem magamat úgy, mint akit egy baltával fejbe vágtak előadás közben, akkor ez egy nagy dolog. Az egyik előadást szeretnék támogatni ennek a munkának a folytatásában, mégpedig abban, hogy a továbbiakban ezt az előadást újra elő tudják adni, más részén kell is tudják dolgozni, ez pedig a K2-nek az Audimaxban előadott munkája.